forgalomlassító küszöböt készítenek Tolnán az Akácfa utcában. Egy már elkészült, most a második építésén dolgoznak. A városban az egyik legnagyobb probléma, hogy a belterületi utakon is nagyon nagy sebességgel közlekednek az autósok, ez pedig erre az utcára különösen jellemző. Ezért döntöttünk, hogy forgalomlassító küszöböt építünk, nem fekvő rendőr, tehát nem az a cél, hogy az autókba kárt tegyünk, nem az a cél, hogy meggátoljuk a forgalmat, hanem az, hogy a sebességet az előírt sebességtartományra tudjuk csökkenteni. Nagyon sok kisgyerek van az utcában, folyamatos a gyalogos forgalom is, kerékpárosok is használják az utcát, ezért tartottuk indokoltnak, illetve lakossági kérések is voltak, ezt akceptáltuk és döntöttünk ezek bevezetéséről. Az elmúlt években a településen jelentősen megnövekedett a közúti forgalom, ennek hatására nőtt a város belterületén a közúti balesetek száma. A nagyfokú gépkocsi használat miatt a frekventált helyeken parkolási gondok alakultak ki, az egy nyomsávú utcákban leromlott az útszél, útpatka állapota, és veszélyessé vált a párhuzamos közlekedés is. Mindezek csökkentésére 11 utcában egyirányosították a forgalmat. Látjuk azt, hogy működik a rendszer, az egyirányosítás, azzal, hogy nincs szembeforgalom, nem kell a patkára lehúzódni, látható, ahol patkát javítottunk egyirányú utcákba, hogy a patkák megfelelő műszaki állapotban vannak, korábban sajnos egy hónap után leromlott a patkák állapota, kikátyúsodott, baleset veszélyes volt, hiszen az autók csak az útról, úttestről lehúzódva tudták egymást kerülni. Ezért voltak indokoltak ezek. Más eszközökkel is igyekeznek lassítani a forgalmat, illetve betartatni a sebességhatárokat, így egyre több ponton a városban és egyre több alkalommal sebességmérés is történik, hogy kiszűrjék a szabálytalanul közlekedő autósokat.